Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a jegyzőkönyv kedvéért mindig beteszem, ha el nem felejtem, ezt a kis fedlapot. Nézzük meg, 5-25, 5-ösön vagyunk, ami számomra nagyon kényelmes, ez a stabil ág, ezt tudom elérni kényelmesen, különlegesebb barkácsolás nélkül, egyszerű tárolófelvétellel az MX Linux alatt. Ezt azért mondom el, mert előfordulhat, hogy egy régebbi, vagy egy újabb verzióban egy picit más lesz a beállítási felület, más találsz, máshogy kell, összevontak, szétszettek beállítási felületeket, azaz gyakorlatilag a lényeg fontos dologról beszélünk, ez nem olyan, mint a területi beállítások meg a felhasználók, ami egyszer-egyszer beállítja az ember egy saját gépen, gyakorlatilag telepítés és esetleg egy vagy két felhasználó létrehozása után hozzá nem kell nyúlni. Ezt érdemes egyesével végignézni, és igény szerint mindig folyamatosan megváltoztatni a beállításokat, amikor kell, és azoknál a programoknál, azoknál a kiterjesztéseknél, amelyeknél neked fontos. Nézzük is meg alkalmazások. Az alkalmazások, a végéről kezdjük. Gyakorlatilag alapértelmezett alkalmazások, erről igazán nem szívesen mondanék semmit, egyértelmű fájlkezelő, webböngész, levelező kliens, terminál emulátor, térkép és tárcsázó, ezeket be tudod állítani, kiválasztod azokat, amelyikek számodra fontosak egy legördülő menübe. Ezek a legfontosabb beállítások, azaz, hogyha elindítasz egy HTML fájlt, és böngészni szeretnél, és a böngészőre hivatkozik valami, akkor a Firefox lesz elindítva. Ennyi, satszperkábé mindenki átérzi, hogy ezeket egyszer beállítja, azt válassza ki, ami számára kell, és utána nem nagyon kell hozzányúlni, hiszen gyakorlatilag tudunk például, ha nem a Firefox kell, a beállított, telepített böngésző közül akármelyiket kézzel is ikonról, vagy a start menüből indítani, fájlkezelő, hasonló. Ennek ellenére én azt mondom, hogy mindenképp érdemes átnézni, főleg, hogyha már sok mindent telepítettél, sok asztali környezetet telepítettél, és utána leszetted őket, és esetlegesen úgy döntöttél, hogy a KDE alatt maradsz kizárólag, átnézni miért, mert itt fel vannak sorolva azok a, hát éppen fájlkezelő van megnyitva, a fájlkezelők, amik benne vannak gyakorlatilag a rendszerben. Ha valami ebből nem kell, akkor azt el kell távolítani. Van egy ilyen kis áttételes gondolat is hozzá. Na, a következő gondolat helyek. A asztal, a dokumentumok, letöltések, videók, képek, illetve a zenéknek az elérési útját be tudod állítani, ez egy változó lesz, és ez határozza meg, hogyha valami arra hivatkozik, hogy ezt ments bele a zenék közé, vagy ezt ments a videók közé, mondjuk egy videószerkesztő program alapértelmezett tárhelye, vagy mentési helye a videók könyvtár, akkor itt megadhatod, hogy hol legyen a videók könyvtár. Ez nagyon jó dolog, nem kell kézzel a változókat átírni, és igazából kényelmes, egyszer kell megtenni logikusan, azt hiszem egyértelmű, az alapbeállításokat alapban hagyhatjuk, ha ettől el akarunk térni, értelemszerűen el tudunk térni, ha kell. A következő a fájltársítások, na hát ez már fontosabb. Melyik fájl társítás legyen számodra jó? Na hát ez így egyszerű, tehát egyetlen egy gondolatot szeretnék megtenni. Mi nyissa meg nekem a TXT fájlt? Ennyi. Ennek a beállítása számomra fontos. Rákattintok, megnyissa. Vagy esetleg rákattintok fájlkezelőbe itt-ott a jobb gombbal, jobb egérgombbal, jön egy legördülő menü, annak a sorrendje milyen lesz. Gyakorlatilag ez általában, és hát úgy mondjam, nagyjából elmondható, hogy 101%, hogy az egyszerű a TXT fájlra rákattintok, és azzal nyissa meg, dolog az általában globálisan működni fog, de ez a sorrend, hogy milyen szép sorrendben legyenek a jobb klikkes gomb lenyomására a programok, az már nem annyira egyértelmű, hogy minden programban ugyanúgy fog működni, csak a KDE programban garantált, jó eséllyel garantált, az, hogy ilyen sorrend legyen, de gyakorlatilag ez számunkra kevésbé érdekes. Azaz, nagyon egyszerű, két lehetőség van, rákattintasz arra a csoportra, amiben véled azt, hogy ott van az adott fájl, például a text,
a szövegek között valószínű ott lesz a TXT kiterjesztés, és azt állítjuk be. Ez is egy megoldás, kényelmes megoldás. A másik pedig, hogy beírjuk a kereső mezőből a TXT, ez a kiterjesztés. Na hát el is találtuk azt, hogy a text között lesz, erre szépen rákattintunk, és megkeressük a sima szöveget, ez a sima szöveg, a TXT fájl, ez általában én sokat használom jegyzetelésre, egyébre, és rákattintasz. Kapsz egy szép kis menüt, első menübe megnézed azokat a kiterjesztéseket, amiket ez így magában takar, hozzáadhatsz, elvehetsz kiterjesztéseket e közül. Tehát, hogyha például azt szeretnéd, hogy a összes XYZ kiterjesztésű fájl, mert azt mondod, hogy ebbe te szövegeket tartasz az XYZ kiterjesztés alatt, akkor a hozzáadással hozzáadhatod. Tehát nagyon szépen megadhatod azt a csoportot, aminek a kiterjesztése feleljen meg a sima szöveg megjelölésnek. Utána a következő gondolat látható, nem egy agysebészet. Kiválasztod azt, hogy mivel legyen szíves megnyílni, a kéttel, a kávára, ezzel, akármivel. Oké, természetesen hozzá is tudsz adni. Ha te azt szeretnéd, én nem ezt szeretném, de most a videó kedvéért megcsináljuk, hogy a NeoVim-mel jelenjen meg az összes TXT fájl, sima szövegfájl, aminek ilyenek a kiterjesztései, akkor szépen fölfele így fölmegyünk, és akkor ezentúl a NeoVim-mel fogja megnyitni, és rákattintunk az alkalmazásra, és egy villanás után alkalmazni is fogja. Nagyon egyszerű a dolog, megnézzük, a munkakönyvtáromban, úgy emlékszem, van egy TXT fájl, egy honlapra felrakott rádiós anyagjaimnek a sablonját fogjátok látni, semmi titok nincs benne, gyakorlatilag rákattintunk, és a NeoVim-mel fog megjelenni. Szuper? Na hát mondjuk ki őszintén, hogy szuper. Egyszerű, nem kell semmit szerkesztened, nem kell semmivel semmit csinálnod, egyszerűen csak szépen grafikus felületen megadod. Én a kétit szeretem, na hát megadtam neki a kétit, és hozzátesszük, hogy alkalmazás, és már avval is fog megjelenni, hogy nehogy azt mondjátok, hogy itt csak varázsolok össze-vissza, meg előre be volt állítva, megint oda megyünk az ablakhoz, a munkához, és rákattintunk erre, és mivel jelent meg? A kétivel jelent meg a szövegem, a szövegfájlom, így például a másik gondolat az MD, a Markdown szerkesztői programjaimat, azokat a fájlokat, amivel ezzel szeretnék szerkeszteni, szintén megadtam, hogy ezzel nyíljon meg, ami nekem éppen kényelmes. Meg tudod adni az összes-összes kiterjesztéshez való hozzárendelést. Értelemszerűen ezeken még nem csak hozzáadhatsz valami újat, hogyha szeretnél, és a listában nincs bent, szerkeszteni is tudod, rákattintasz, a jogosultságait, az alkalmazásnak a leírását, egyebet szerkeszteni tudod, illetve a részleteknél meg tudod nézni, hogy mikor, mi, hogyan módosítottad egyéb dolgokat, azaz igazából ehhez sem kell hozzátenni semmit. Ha van bent olyan, ami igencsak zavar, és számodra nem kell, de a magát a programot nem szeretnéd törölni, és ne jelenjen meg mondjuk ennél a felsorolásnál, akkor az eltávolítása rá tudsz bökni. Azaz, mi a kérdés? Az a kérdés, hogy mivel mi nyíljon meg ezzel a panellal, egyszerűen grafikusan meg fogod tudni oldani ezt az egyszerű feladatot. Egyszerű, de nagyon fontos, hogy ha rákattintok valamivel, ha rákattintok valamire, akkor azzal nyíljon meg, amivel én szeretném, és nem azzal, ami utoljára ahhoz tartozó program telepítve lesz, mert sokszor van olyan, hogy egy programot telepítünk, és az összes kiterjesztés, amit őt szerkeszteni tud, az gyorsan, biztosan magához rendeli, mert hát az a feladata, hogy beírja az adatbázisba azt, hogy őt telepítették, igen, szuper, települt, és hát légy szíves hozzám rendelni az összes olyan fájt, olyan kiterjesztést, olyan eszköz, amit én kezelni tudok. Tehát a legtöbb program ilyen mohó, és nyilvánvalóan nem úgy telepítjük a programokat, hogy a legkevésbé érdekes szövegszerkesztő kerül előre, és a legvégén az, amivel mindent szeretnénk szerkeszteni. Nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, de ez munka.
Azaz, hogyha olyan fordul elő, hogy rákattintasz egy BMP fájlra, és nem abban nyílik meg, ami neked kell, akkor légy szíves ide menni, beállogatni, és utána már úgy fog működni. Szuper, egyszerű és kényelmes felületet kapunk. A következő rész a kezelési segítség. Gyakorlatilag hallás, látás, illetve mozgáskorlátozottaknak van különböző beállítási lehetőség, de hiába gondoljuk azt, hogy ez számunkra nem érdekes, hogyha nincs ilyen problémánk, ennek ellenére érdemes végignézni. Miért? Mert olyan lehetőségeket ad, olyan gondolatokat ad, amiket mindenki tud használni. Első körben a csengő, a hang hatás, kapcsoljuk be a hallható csengőt, azaz, hogyha problémája van a gépnek, állandóan csörög, azaz jelzést kapunk. Ez nagyon kényelmes, alapértelmezetten be van kapcsolva. Egyéni hang, hogyha nem megfelelő az a hang, amit ad, vagy a programba be lehet állítani, akkor egyéni hangot be tudsz állítani, illetve vizuális csengő. Ez azt jelenti, hogy ha bekapcsolod, akkor vagy inverse színbe jelenik meg a képernyő, vagy pedig villogni fog. Különböző periódusban villogni fog, azaz a problémára, a óhaj-sóhaj jelenteni valóra a rendszer azonnal reagál és villogtatja a képernyőt. Észreveszed. Sok esetben nem igazán kényelmes az, nem tudod megoldani, hogy a hangokat bekapcsolt, mert éppen olyan helyen dolgozol, vagy éppen éjszaka dolgozol, és aki alszik, esetleg a szomszéd szobába, az zavarhatja azt, hogy csörög a géped. Akkor bekapcsolod ezt a hatást, az időtartamot is beállíthatod, azaz nagyon kényelmes, és nem csak látássérülteknek, és nem csak hallássérülteknek, hanem mindenkinek érdemes ezt átgondolni, mármint hogy vibráljon a képernyő. A módosító billentyűket, a beragadt billentyűket itt tudod szabályozni, át kell gondolni, előfordul-e az, hogy rajta hagyod a kezedet egy-egy billentyűn, vagy nem, erre való beállításokat megkapod. Billentyűszűrők, itt is hasonló beállítási lehetőségeket kapsz, átnézed, gyakorlatilag általában nem szükséges ez számunkra, aki teljes értékkel tud gépelni, teljes sebességgel normálisan tudja kezelni, betegség nélkül tudja kezelni a billentyűzetet. Egérnavigáció, ez is egy megoldás. Ha valaki nem tudja mozgatni az egeret, mert sérült a keze, vagy éppen úgy gondolja, átállíthatja a számbillentyűre az egér mozgatást, itt definiálhatjuk. Ezt érdemes akkor is tudni, hogyha nincs egerünk, mert éppen elromlott, vagy nem tudunk használni, mert a számbillentyűről tudjuk vezérelni. Szuper, igaz? Egy grafikus felületen is tudunk mindent a billentyűzetünkről vezényelni, hiszen erre is alkalmas ez a KDE. Nagyon odafigyeltek, hozzáteszem, nagyon-nagyon-nagyon odafigyeltek, hogy akár a látás, hallás, illetve mozgáskorlátozottaknak legyen lehetőség ezt a felületet használni kényelmesen. Képernyőolvasó értelemszerűen a képernyőt felolvassa, ehhez két dolog kell, aktiválod, illetve az orkát, a megfelelő felolvasó programot bekapcsolod. Hozzá kell tennem, nagyon kényelmes dolog, kipróbáltam, hiszen van a környezetemben olyan, aki éppen így szeretné használni a gépet, nagyon érdekes hangja van a gépnek, hát nem igazán emberszerű, de legalább felolvassa, azaz, ez és olyan lehetőség, ami számodra érdekes lehet. Következő feladat a mentés beállítása. Itt felhívom a figyelmetet, hogy vannak jó és nagyon jó mentési programok, amik függetlenül működnek bármely rendszertől. Azaz, figyeljünk rá, ha nem folyamatosan KDE-t használunk, akkor ezt nem itt kéne beállítani, hanem keresni egy olyan programot, ami alapvetően független, nem egy rendszerhez kötött. Bár jellemzően nem jelent gondot egy KDE feldobása, ha véletlenül a mentésedet ezzel szeretnéd visszaállítani, de gyakorlatilag azért ezt a döntést meg kell hozni. Nem nagy döntés, de nyilván aki folyamatosan KDE-t használ, és az alapvető, megfelelő mennyiségű és minőségű mentést el szeretne végezni, és nem akar túl sokat variálni vele, önnek ez megfelelő lesz. Ha valaki komolyabb mentési rendszert szeretne, vagy éppen több asztali környezetet,
ablakkezelőt használ, ő neki azért már át kell gondolni, hogy inkább egy független fele nézelődjön, bepipáljuk, hogy biztonsági mentés bekapcsolása és az új terv hozzáadása történjen meg. Logikusan egy új tervet teszünk, aminek van egy neve, nekem nagyon megfelel az első mentési terv, azaz ő lesz az, amelyik példának megfelel. A következő gondolat, a következő döntés az, hogy milyen mentés szeretnél. Van egy verziókövetésű mentés, ezt elolvasod kétszer, hogy mi van ideírva. Gyakorlatilag azt fogja neked elmagyarázni, hogy itt a mentési struktúra olyan, hogy nem egy sima másolás történik, tehát nem egy szinkronizálás történik, hanem ilyen növekményes mentés, és nem feltétlenül fogod tudni, valószínű, hogy nem fogod tudni, visszaállítani egy sima fájkezelővel. A másik a megszokott, általunk inkább kedvelt, legalábbis általam inkább kedvelt megoldás, a szinkronizált mentés. A szinkronizált mentés annyiból áll, hogy van az A könyvtár, ő a forrás, és a B könyvtárba kerül a mentés, gyakorlatilag átmásolja. Hogy menet közben történik tömörítés vagy egyéb, az teljesen mindegy, de az A tükörképe lesz a B-nek, a B tükörképe lesz az A-nak a mentés után. Azaz gyakorlatilag egy másolási, esetlegesen tömörítési funkcióval ellátott dolog lesz ez, oké? Ilyenkor fogod, ha tömörítve van a kitömörítő programot, ha nincs tömörítve a fájkezelő, és egy az egybe tudsz benne turkálni. Az első megoldásban nem. Ott olyan a struktúra, hogy nem biztos, hogy egy A fájl egyenlő lesz a menetett fájllal, és ilyen fájkezelővel nézegetni tudod. Te tudod, hogy melyik jobb neked, ismétlem. Én általában a szinkronizált mentést szoktam használni. Az első, ez itt úgy nevezik, hogy verziókövetésű mentés, amit javasolni szoktak, ez nekem nem felel meg, mert nem tudok beleturkálni a mentési könyvtáromba. Én nekem úgy van összeállítva a mentési struktúrám, hogy én onnan szeretek sima fájkezelővel elérni valamit, azaz inkább egy szinkronizálást csinálok, mint mentést. Ott a javasoltba azért a struktúra olyan, hogy kevesebb helyet foglal, és esetlegesen régebbi verziókat is el fogsz tudni érni. Ez esetleg olyankor jó, amikor folyamatosan dolgozol valamivel, például egy szöveget írsz, vagy egyéb projekten dolgozol, és akkor különböző verzióval a régihez is vissza szeretnél térni. Te neked kell eldönteni, felnőtt Linux használó vagy, igaz? Nem egy Windows használó, akinek oda teszik és örülj, hogy így működik, és nem magyarázzák el, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy döntést kell hozni, értelemszerűen mind a kettő menteni fog, tehát evel nincs gond, csak a te igényeid lehetnek eltérőek a javasoltól. Oké, én a szinkronizált mentést szeretem. A következő gondolat, következő két lépés, alaplépés, nem kell különösebben megijedni, hiszen források, bepipálod, ami kell, és kipipálod, hogyha be van pipálva, ami nem kell. Mentése, könyvtárszintű mentéseket szeretek, én úgy állítottam össze a fájlrendszeremet, hogy könyvtárszinten, tehát egy könyvtárban vannak azok, amiket egybe kell menteni, tehát ilyen, hogy fájlokat keresgélek, felhasználói fájlokat keresgélek, és bizony azokat mentem, azok nálam már nem működnek, egy könyvtárba begyömöszöltem azt, amit menteni kell, megfelelő struktúrával, és utána be kell pipálni a főkönyvtárat, és utána mentse le. Nincs ilyen problémám, hogy ez igen kell, az nem kell, és egyéb, ez a leggyorsabb, hiszen ilyenkor egyszerűen villámgyorsan meg tudjuk adni, értelemszerű, logikus, hogyha rábögsz ezekre a kis kacsacsőrökre, akkor legördül, felgördül, megkeressük azt a könyvtárat, ami nekünk kell. Nekem az egész Laci könyvtár rendszer nem kell, tehát a Home könyvtárat legyen szíves már lementeni egészen, az összes szutyokkal együtt becsatolt akármi kell. Erre azért figyeljetek, hogyha egy Home könyvtárba becsatoltok mondjuk két jó nagy Winchester könyvtár szinten, akkor bizony a mentésnél home-ot adod meg, azért a célhelyen, ahova menteni akarod, legyen annyi hely, amennyi kell. Ilyesmi például, hogy a letöltéseket nem szeretném menteni, mert az elég nagy. Nekem gyakorlatilag rábökök a dokumentumokra, ebben minden bent van, amit menteni kell, oda teszek, bebökök munka elnevezésű könyvtáramra, és utána legyen szíves menteni, a többi nem kell.
Nem kell, mert például a zenék alatt be van csatolva egy-két terrás Winchester, amire a rádiós hanganyagjaimat mentem le, amiket szeretek meghallgatni, rádió, színház, egyéb, azok le vannak mentve, azokat nem kell mentegetni gyakorlatilag, mert nem fognak elférni a cél lemezünkön. Oké, végignézed, átgondolod, mi kell, mi nem kell. Láthatóan a rendszer, tehát a Linux rendszer könyvtárait is tudod menteni, hogyha ilyesmi gondolatod van. Következő gondolat, ide mész, és cél, meghatározod a célt, külső adattároló, vagy pedig a file rendszer útvonalát meg tudod adni, oda bemész, ahova menteni szeretnél, és megadod, nagyon-nagyon-nagyon figyelj arra, hogy hova mentesz, logikus feltételezés, hogy azért egy külső adathordozóra való mentés, amit le tudsz venni a gépről, kihúzod és odébb viszed, az azért egy biztonságosabb mentés, mint hogyha ugyanarra Winchesterre rámentenél egy mentési könyvtárba. Az a legbiztosabb, hogy másik lemezen, ideális esetben egy eltávolítható lemezen lesz a mentésed, mert akkor akármi történik az eredeti lemezzel, megvan a mentésed, illetve természetesen, hogyha bármi történik a gépeddel, és őtőled távol tárolod a mentési anyagjaidat fizikai adathordozón, akkor értelemszerűen maradnak, hogyha éppen agyon csapja a meteorit a te gépedet. Oké? Tehát ezt át kell gondolni. Itt nem akarok kitérni a mentés különböző dolgaira, elvárásaira, erről már volt szó, illetve az interneten rengeteg anyag van, hogy hogyan mentsük. Nem az, hogy melyik programmal, meg melyik az ideális és a legjobb, hanem azoknak a biztonsági lépcsőknek a leírása legtöbb helyen megvan, hogy bizony szeretném én, hogyha az adataim biztonságban lennének, akkor legyen a géperen egy eltávolítható és távolabb tartható Winchesteren, akármin, meg legyen bent a felhőbe is titkosítva. Tehát ezeket a lépcsőket át kell gondolni. Oké, külső adattárolót megadom, és akkor amelyikre akarsz menteni. Az ütemezést meg tudod adni, kézi aktiválás. Hát bizony, mi nem kézzel akarunk aktiválni. Miért nem kézzel akarunk? Mert az munka. Logikus, beszeretném állítani aktív használati idő után, tehát hány órán keresztül használod a géperet. Azaz ilyenkor át kell gondolni, hogy te dolgozol 3 órát, 2 nap alatt, akkor 3 óra munka után legyen szíves elindítani, illetve természetesen megadod, hogy időközönként, egy hetente, egy naponta, egy akármi szerint, 1 perc, 1 óra, nap vagy hét szerint be tudod állítani. Ez nagyon kényelmes, úgy állogatod, ahogy neked kell. Azért az egy hét véleményem szerint nagyon-nagyon nagy, a perces mentés meg nyilvánvalóan nem túl ideális. Ahogy itt lehet látni, azért ez nem egy Chrome-ba beírt mentési folyamat, tehát nem tudsz annyira szépen pontosítani, hogy ilyenkor, olyankor, meg amolyankor legyen szíves menteni, vagy ilyen ciklusba mentsen, vagy egyéb, de kényelmes, alapvető feladatokat ellátja, illetve van egy haladó beállítás, rejtett mappákat, mentésre kerüljenek, vagy ne kerüljenek mentésre. Logikus, hogyha a felhasználói programokat, illetve felhasználói állományokat, mondjuk filmeket, dokfájlokat, egyéb lementett dolgaidat szeretnéd menteni, akkor nem rejtett könyvtárba teszed, de a rendszermentés szeretnél csinálni, tehát szeretnéd lementeni a rendszer beállító fájlokat, akkor a rejtett könyvtárakat is látni kell. A többit szépen beállogathatod. Alapvetően azt hiszem mindenki átérzi, hogy ez kifejezetten egy olyan egyszerűsített mentési program, amivel te villámgyorsan le tudod menteni azt, ami kell, különböző macera finomítások nélkül. Ezt tudod ütemezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó mentést, illetve beállítást kívánok. Gyakorlatilag fontos részekről beszéltünk. Fontos részek, az alkalmazásokat be kell állítani, logikus, magadnak állítod be egyszer. Egyszer, hogy mivel nyíljon meg. Ez egy igencsak sarkalatos pont, nem kell keresgélni, persze nyilvánvalóan villámgyorsan a jobb egérgombos menüből kiválasztod, hogy mivel nyíljon meg, de én azt szeretem, a rábökök és azzal nyílik meg, amivel én általában használom. A következő, a kezelési segítség, azt is át kell nézni, vannak benne olyan funkciók,
ami nem látás, hallás, illetve mozgáskorlátozottaknak vannak kifejezetten, lehet, hogy neked is kényelmes, lehet, hogy egy riasztást, egy hanghatást, egy értesítést nem a hang alapján kapod meg, tehát pittyeg a gép, hogyha problémája van, hanem vizuálisan kényelmes, érdemes kipróbálni minden lehetőséget, mert valóban általánosan is használható. A mentés nem szeretném ragozni, aki ment, annak lesz mentése, aki nem ment, annak nem lesz mentése, akinek nincs mentése, nem tudja visszaállítani, ennyi, mindenki el tudja dönteni, hogy rászáll-e satsz per kb. Fél percet, hogy beállítson egy egyszerű, az összes doksit mentsen le, felkiáltású mentési programot. Itt nem arról van szó, hogy az egész rendszert le kell menteni naponta 100-szor, itt arról van szó, hogy odáig elveszik a feladataid, a munkáid, az ellátott munkád, a megtermelt érték. Egy dokumentum is egy érték számodra, hiszen azért hoztad létre azt a képet vagy szöveget, mert neked kell. Elveszik, hogyha nincs mentésed. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!